A királyi napok keretében az önkormányzat dísztermében ünnepélyes keretek között mutatták be szombaton délelőtt Demeter Zsófia legújabb könyvét, mely a Székesfehérvár Annó sorozat immáron negyedik megjelent kötete. A kiadvány olvasmányosan számtalan fotóval illusztrálva mutatja be a város és kitekintve az egész régió történetét. A kötet 1944 és 88 közötti időszakot dolgozza föl, nem szokásos tankönyv vagy történelemkönyv szerűen, hanem sok képpel, és visszaemlékezéseket is tartalmazva. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon sokan segítettek a könyv összeállításában képekkel, saját emlékeikkel és tudásukkal, és nagyon, nagyon sok közgyűjteménynek az anyagát is fel tudtam használni. Aki alkotásával múltat idéz, szeretné azt megmutatni a jelennek, és üzenetet hagyni vele a jövőnek. Egy ilyen ember munkássága valódi értéket jelent egy város számára. Nincs ez másként Székesfehérvár esetében sem. Demeter Zsófia a koronázóváros történetét kutatva emberi történeteken keresztül szól hozzánk és mutatja be azokat az alapokat, amelyek nélkül ma nem lehetnénk itt, fogalmazott a polgármester. Ez a kötet mindent megmutat, ami már egy kicsit rólunk is szól, a mafehérvári emberei is megtalálják a maguk évtizedeiben azokat a személyes élményeket, amihez hozzá tudnak kötni a kötet egyébként tudományos értékeihez. Úgyhogy Zsófia azt gondolom, hogy megint nagyot alkotott. Ugyan kikerült a választ, nem adta meg a választ, hogy lesz-e ötödik kötet, de én úgy érzékeltem az itt megjelentektől is, hogy erre van igény, hiszen 1988 után is nagyon sok izgalmas dolog történt, és hát nem mert a Zsófia megmutatta, hogy ezt ő tudományos alapossággal, egy csapatot összefogva, koordinálva tudja elvégezni. Úgyhogy én bízom benne, hogy meg lesz az ötödik. Remélve a folytatást, a mostani kiadás mellett addig is érdemes fellapozni a sorozat eddigi köteteit, mely kivétel nélkül szól minden székesfehérvárihoz, illetve a város történelme iránt érdeklődő valamennyi lelkes olvasóhoz. Mindenkinek, a legfiatalabb korosztálytól az idősebbekig, akik adott esetben ezt a korszakot, vagy legalábbis egy részét is meg is élték, és mindenképpen ajánlom azoknak, a székesfehérváriaknak, itt születtek, itt élnek, és szeretnék megismerni a városuk múltját. Tulajdonképpen minden székesfehérvár, minden Fehér megyének, sőt, nyugodtan ajánlhatjuk az ország egy város határon kívül, megye határon kívülieknek is, ismerjék meg Székesfehérvár értékeit, múltját, közelmúltját, úgyhogy minden magyar állampolgárnak nagyon büszkén és boldogan ajánlom, hogy olvassák el. A város építészeti kultúráját, iparát, közművelődésének múltját, oktatási és sportéletét megidéző sorozat 1944 és 1988 közötti időszakát elénk táró könyv méltán ad maradandó élményt, és hagy örök nyomot mind a ma, mind pedig a jövő olvasói számára.